Köszöntöm a nézőket, ez a Kempó magazin szeptemberi adása. A mai műsorban Budapestről, a Hegyvidék Harcosai Küzdősport Akadémiáról jelentkezünk. Foglalkozunk Kempóval, ökölvívással, kickboxszal és brazil jiu-jitsuval. Kempóban ráadásul nem mindennapi vendéggel is találkozunk. Tartsanak velünk! Portugália és Oroszország is vár a magyar, azon belül is a hegyvidéki kempósokra az ősszel. Az Ibériai félszigeten rendezik október 24-e és 26-a között az Európa-bajnokságot, ahova Ódor Lili és Laca Ábel is címvédőként utazik, november közepén pedig Szentpéterváron tartanak nemzetközi viadalt, amelyen szintén megméretik magukat a harcosok. És ott van még a magyar bajnokság is, elsőként az újfehértói Kempó kupa október 5-én, majd a Hegyvidék kupa december 7-én. Bőven van mire készülniük tehát a sportolóknak, a minap ráadásul egy olyan embertől tanulhattak, akivel nem minden nap adatik meg együtt dolgozni. Az Amerikai Egyesült Államokban profi ketrec harcos karrierjét szépen építgető, korábbi kempós Borics Ádám foglalkozott a hegyvidéki harcosokkal az egyik szeptember közepi edzésen. Én mindig nagyon jól érzem magam itt, olyan, mintha hazajönnék, ugye egykoron én is kempós voltam, szóval mindig örömmel jövök ide. Jó érzés a srácokkal lenni, én ugyanolyan srácnak tartom magam, mint mondjuk 5 évvel ezelőtt, szóval nem érzek semmi különbséget, jól érzem magam velük. Remélem elfáradtak mindenképpen, nyilván ilyenkor próbálok technikákat átadni, nem arra menni, hogy erőlétet fejleszek, de azért a végére csempésztem bele egy kis játékot, amiben páran eléggé elfáradtak. Milyen volt az edzés Borics Ádámmal? Nagyon kemény volt, sok új feladatot vettünk át, és el tudtuk sajtítani őket, amik nagyon hasznosak lesznek az elkövetkező meccseimen. Mert hogy javában készülsz EB-re, meg oroszországi versenyre is, milyen formában érzed magad, hol tartasz ebben a felkészülésben? Míg az elején vagyunk, ugye eddig még csak erősítettünk, most jönnek majd a bunyós edzések, de felkészültnek érzem magam arra, hogy elinduljak rajtuk, és kihozom magamból a legtöbbet. Nem először tartott ilyen edzés nekünk. Én mindig nagy örömmel jövök az ő edzéseire, hiszen rengeteg új technikával bővíti a tudásunkat, és folyamatosan simítjuk ezzel a tudásunkat. Készülsz Oroszországra, készülsz Portugáliára, hol tartasz? Szerintem a közepén tartok, van még mit simítani, de folyamatosan haladunk a cél felé. Mennyire segíti a felkészüléseteket ez a mostani tréning? Szakmai szemmel ez egy komoly kuriózum, hogy egy ilyen képzett harcos tart edzést a kempósoknak. Ugye Ádám közel 10 évvel ezelőtt nálunk mérkőzött először fullkontaktba, és én nyomon követtem az ő sportkarrierjét, és látom azt a hatalmas technikai és fizikai fejlődést és mentális fejlődést, ami egy nagyon pozitív visszajelzés, hogy biztos vagyok benne, hogy ha Ádám befejezi a karrierjét, bízunk benne, hogy minél később, nagyon jó edző lesz belőle. A magyar kempókák ezzel a tréninggel is közelebb kerültek ahhoz, hogy maximálisan felkészülve versenyezzenek, legközelebb a már említett újfehértói magyar bajnoki fordulón, illetve a portugáliai Európa-bajnokságon. Nagyon komoly formában vannak a fiatalok, ugye itt a Városmajorban elkészült a rekordtempája, nagyon jókat tudunk rajta futni, és ameddig az idő engedi, mindig futunk rajta edzés előtt. És én úgy gondolom, hogy egy nagyon összeszedett jó kis csapat van, akikkel most el fogunk tudni indulni Újfehérton, illetve a Hegyvidék kupán, ami majd decemberben lesz, illetve lesz Portugáliában és Oroszországban egy-egy nagy versenyünk. Én bízom benne, hogy ott is tisztességgel fogjuk képviselni Hegyvidéket és Magyarországot egyaránt. Az akadémián természetesen nem csak azokra figyelnek oda, akik már haladó szinten kempóznak és versenyről versenyre járnak, hanem azokra is, akik egyelőre csak kezdő szinten vannak, vagy eleve csak hobbistaként akarják űzni a harcművészetet. Velük, legyen szó kicsikről vagy nagyokról, Karácsonyi Krisztián foglalkozik. Mint minden évben szeptemberben megint új, nagyon sokan ember jött ide a Hegyvidékhez edzeni, kempóra,
kicsik is, nagyok is egyaránt a felnőtt edzésekre is. A kicsiknek próbálom ugyanúgy megszeretetni velük a sportot, később majd följönnek hozzánk a haladókhoz, és ugyanúgy versenyzők lesznek, mint mi. A felnőttekből is nagyon sok olyan srác van, aki még szeretne versenyezni, de oda inkább legtöbb csak mozogni jönnek le, és betanulni, hogy milyen ütni, rugni, földharcolni. Milyen volt a mai edzésed? Jó. Tetszett, erősítettünk, földharcoztunk, minden. Nagyon jó volt. Milyen Krisztiánhoz járni? Nagyon jó. Egy nagyon jó edző. Szerintem, aki hozzánk jár, mindenkinek nagyon tetszik. A kempó mellett az ökölvívás számít kiemelt sportágnak a Hegyvidéki Akadémián. Az alapítástól Nagy Csonttörő János korábbi világbajnok felel a szakosztályért, amely 2018-ban már felnőtt magyar bajnokot, idén pedig EB résztvevő válogatottat is adott a sportágnak. Tóth Szilvia 48 kilós felnőtt női versenyzőnk, aki kijutott ugye a felnőtt Európa bajnokságra. Én azt mondom, ez egy nagyon szép teljesítmény a klubunktól. Az, hogy ő felvehette a válogatott melegítőt, bízunk benne, hogy jövőben többször lesz erre még alkalma. A másik kiemelkedő nagy dolog, kollégám egyben párom is, Nagy Szabó Juli, aki a női serdülő válogatottal volt kint az Európa bajnokságon, mint edző. Szakmailag mennyire volt számodra hasznos ez a túra? Nagyon. Azt mondom, hogy aki kimegy egy ilyen világversenyre és meglátja azt, megtapasztalhatja azt, hogy a külföldiek hogyan dolgoznak, láthat más edzőket, versenyzőket, szerintem ez mindig egy hatalmas szakmai előrelépés. Nagyon sokat lehet ebből tanulni, illetve nagyon jó volt a mi edzői csapatunk is, illetve a mi versenyzői csapatunk is, és jó volt azt látni, hogy nem vagyunk annyira lemaradva, mint ahogy azt sokan gondolják. A hegyvidéki ökölvívók közül legkorábban Árpás Laurán a sor, hogy bizonyítson. Október közepén rendezik ugyanis a junior országos bajnokságot, amelyen 46 kg-ban indul a fiatal leányzó. Jelenleg nagyon jó formában érzem magam. Ugye a következő versenyem az október 16-ától 19-ig kerül megrendezésre a junior országos bajnokság, ahol 46 kg-ban fogok elindulni. Cél az aranyérem, eddig ugye 2 ezüstöt sikerült szereznem, de most már szeretnék a dobogó első fokára állni, és nagyon remélem, hogy ez sikerülni is fog. A felnőtt férfi OB-t december elején tartják. Egyelőre Heltai Attila és Hassani Yassin indulása biztosnak tűnik. Előbbi 75, utóbbi 69 kg-ban húzhat kesztyűt. Mindenképpen helyezést szeretnénk elérni, a maximumot nyújtunk, legtöbb tapasztalatot gyűjtjük, amennyit csak lehet, és a tanultakat maximálisan megmutatni a ringben. Nagyon jó formában vagyok, és az edzőm miatt nagyon tolja előre, és akkor nagyon segíti, és nagyon remélünk, hogy a dobogosan elérünk, de a cél első helyezett. Box után jöjjön még egy kis box, de ezúttal kickbox. Görbics Gábor heti 3 alkalommal oktatja a sportág alapjait, nem csak férfiaknak. Most is vannak új arcok, vannak régi visszatérők, és alakul nekem vissza sikerélmény, hogy stílusos, taktikus a mozgásuk, egy-két versenyző elég jól már elsajtott a bunyók rejtemeit. Általában miért jelentkeznek a kickboxra, miért választják pont ezt? Hát változó a hozzáállás, valakinek a testvére verte meg, valaki pedig egyszerűen új mozgást kíván, meg akarnak új más edzőnek a meglátásait is el akarja sajátítani, hogy mindenki másképp ő gondolja ezt a kickboxot. Hogyha ránézek a csoportodra, akkor vannak lányok is szép számmal. Vannak. Most jelenleg 2 biztos van, úgyhogy 3, úgyhogy mindenképpen örülök neki, hogy hölgyek is. Hölgyek egész másképp kell bánni, úgyhogy nekem ez kihívás. A brazil jiu-jitsu órákon heti 2 alkalommal Varga Levente tanítja az elsősorban óvodáskorú gyermekeket. Hát most még ilyen kezdő gyerekekkel kezdtünk el foglalkozni szeptembertől, most kezdődtek újra így az edzések. Nagyon sok új gyerek jött, ők meg így nagyon fogékonyak, nagyon lelkesek, teljesen új nekik így a mozgásom, ez akár még ilyen testnevelés órákon sem szoktak így hozzá, esetleg otthon sem mozognak, úgyhogy mondhatom azt, hogy így fogékonyak.
Az edzések során, tehát a játékos elemekkel próbálom nekik megmutatni, hogy ennek a brazil jiu-jitsunak így az alapjai, és akkor ezt később majd ilyen készségszintre próbáljuk is felvinni. Kedves nézők, a Kempo magazin szeptemberi adását látták. Korábbi műsoraink megtekinthetőek a kempomagazin.hu weboldalon. Én munkatársaim nevében is köszönöm az önök megtisztelő figyelmét, további jó tévézést kívánok. Viszontlátásra! A műsor támogatói a Duna Aszfalt, a Mészáros és Mészáros Kft., a Shield Protection Service Kft., az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Tipmix, a Vivien Ásványvíz és a Munkavédelem Plusz.